A saját nevelésű 16 éves játékosokkal az NB1-es bajnokságban szépen helytálló szekszárdi UFC futzálos lányai számára nem ér véget az 5-6 helyért zajló helyosztóval az idei bajnokság. A lányok ismét ott lesznek a női futzál Magyar Kupa 4-es döntőjében. Nagyon büszkék erre. Na, mint emlékezetes, tavaly azt a nagy tettet hajtották végre ebben a sorozatban, hogy abszolút esélytelen kis csapatként nem csak a nagy döntőbe jutottak be, ha már ott voltak, egy drámai mérkőzésen hosszabbítás utáni büntetőrugásokkal a nagy asztrát legyőzve hazahozták Szekszárdra a díszes rangos serleget. Most is erre készülnek, amire jó főpróba lesz a bajnoki helyosztó, és ennek is tekinthető az alapszakasz utolsó fordulójában a bajnokságban a legjobb négy közé jutó Tolnamős 1-0-ás legyőzése. Az már más lapra tartozik, hogy egy jogosulatlan szereplés miatt a szövetség elvette a pontokat a pályán győztes szekszárdiaktól. A szekszárdi UFC szinte tökéletesre fejlesztett a kosárlabdában és a kézilabdában jellemző zónavédekezés kombinációkkal elérte célját. Nem kapott most sem gólt, de legalább egyet rúgott. Alig hanem ez lehet az alaptaktika a Magyar Kupa májusra tervezett 4-es döntőjében is. A Magyar Kupa Final Four, ugye hát az megint egy másik lapra tartozik, de igen, tehát hát most hazudnék, azt mondanám, persze minden álmunk az, hogy megnyerjük megint, tehát ugye egy ismételjünk. Én úgy érzem, hogy a játékos keretünk szerintem alkalmas is erre. A Halászi Kingával nagyon erősödtünk, hátul a védelmünk is ugye előrefele is, tehát tényleg nagyon. És ugye mint a mai mérkőzésen is, ugye teljes kerettel végre ki tudtunk állni, ami megint csak ugye nagyon fontos. És reméljük, hogy a Final Four-ra is ugyanígy, és oda még talán még ugye esetleg még játékosok is tudnak még pluszba jönni. A Szekszárd több játékosában benne van nem csak az alkalom szülte kontrákból, hanem gyorsan felépített játékból is a gól. Legutóbb az üstökösként berobbant nagy cseke Adrián lőtt nem is akármilyen győztes gólt, már a kupa döntő lázában ég a fiatal játékos. Címvédőként azt hiszem a címvédés lenne a reális, azt szeretnénk elérni, hogy mindenképp úgy megyünk oda, hogy győzni tudjunk. Ez a taktika elég jó ehhez, nem? Nem kapni gólt és egyet lőni. Igen, szerintem tökéletes. Nem ártana persze, ha még egy tapasztalt játékost is tudnának igazolni a szekszárdiak Halászi Kinga mellé, aki szintén még a hiányzó rutin tenné hozzá a fiatalok tehetsége, lendülete és küzdőképessége mellé a szekszárdi UFC élvonalbeli női futzálcsapatában.